Sziasztok, üdv mindenkinek, én Robi vagyok, ez pedig az Anikó Kft. Legújabb videója, melyben a Kalta PM790 Bluetooth funkcióját szeretném nektek bemutatni. Készülék alkalmas a vezeték nélküli headsetek és egyéb kiegészítők használatára. Így bemegyünk a kiegészítők menübe, itt a Bluetooth menüt válasszuk ki, majd nekiállunk kerestetni az eszközök között. Mondjuk ezt a vezeték nélküli mic-ot. Természetesen a felprogramozni kívánt eszközt először programozás módba kell elindítanunk. Itt ugye hosszan nyomjuk a mic-on a bekapcsoló gombot, akkor átvált párosítás üzemmódba. Ha kilép a menüből a rádió, akkor mi pedig visszalépünk, belépünk a keresésbe, és keres, és aki keres, az talál, remélhetőleg fel fogja ismerni a kézi beszélőnket. Fel is ismerte, és ki is lépett. Viszont, mielőtt nekiállnánk használni, ugye itt is van a telefon mic. Jó. Felismerte, és működik. És megy is az adás. Nagyon jó. Tehát igazából ennyibe tellett a felprogramozás. És megnézzük, átmegyünk digitális módba. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három, négy. És teljes mértékben jól működik a vezeték nélküli mikrofonnal a Kalta PM790. Úgyhogy ezekkel az eszközökkel, akár a kézi beszélővel, vagy akár egy vezeték nélküli headsettel, amin ugye van PTT gomb, mindjárt könnyebben tudunk dolgozni, akár az autóba, akár egy stabil állomáson is. Ez volt a Bluetooth funkciónak a bemutatása. Én voltam egy Robi, ez pedig itt az Anikó Kft. Videója volt. Sziasztok!